Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy csambuzinban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV. Csak azért, mert elrontottad az előbb a hangulatot. Na, és egy kicsit, dehogy rontottam, fokoztam. Nem, úgy értem, csak most az aggodalmat beleraktad a Janiba. Nézd, ja, ott ne, ül, ne, szorom. Az egyetlen nyugodt ember lesz az falfehér, falfehér. Én kicsit, figyelj, már hozom az atmoszférát. Nézd, Feri már patintja, és nekünk nézd meg, csak hogy kicsit hangolódjára nézd. Na, hogy de valamivel készültök? Tehát mondjuk a Janiba egy ilyen nyomkövetőt azért bepatintotok? Vagy, Lehet van egy olyan jellegzetessége, hogy ha valamivel nem történik, azért leginkább mások aggódnak. Tehát, ő egy picit várja is, hogy eltűnjen egyébként. Én láttam ezeket a gyerekeknél, nem tetszik, most lehet, hogy kicsinél, majd kipróbáljuk. Ez a pórász, tudod. Nem túl humános, viszont az nem jó. Kell elfélned attól, hogy egy állatkertbe vagy valamilyen rendezvény, a gyereked elkeveredik. Tehát ezt Jani megkapja Münchenbe. És tudsz rajta ereszteni. Van, elmennék vécére, jó, de csak 8 méteren van, akkor odállok a budi elég. Bemegy a mosdóba, de akkor is ott lesz a szép por, nem engedem sehol. Csak azért, mert hogyha... A csörlőt átrakatja, egy csörlőmotort átrakatja, egy roverből érted, hogy egy picit, egy mackósabb, egy könnyebben tudjon vissza, és akkor... Ha látom, hogy beszállunk, kicsit rántok rajta kettőt, te érzed a nyakadon a szorítást, akkor megindulsz még a kis vásárlásodból, amit már érted, a spórolt pénzed nagy részét elköltöd az első tranzitba, ahol még arra 8 heted lesz. Tehát nagy repülőtereken fogunk megfordulni, csak a Frankfurtra még én is emlékszem, például ott azért egy 300 méter drót kötél kell, majd hogy visszahúzzok. Én is jól emlékszem, a frankfurti reptére beszállás előtt egy perccel hagytad el a beszállókártyádat, remekül emlékszem, és még utolsó besz, ha most nem tudod, mi meg négy kézláb a tranzitba mászunk még Jani beszállókártyája után, ahol nem akarsz ott maradni, egy frankfurti tranzit. Na, az elhagytam, az volt, hogy valamelyik zsebembe volt. Itt van! Ez volt, az megvolt valahol, csak hát elraktam. Igen, de São Paulóban viszont az útleveledet hagytad. De élmény veled az utazás. Igen. Csak São Paulóban menj be egy magyar nagykövetségre, azért azt old meg. Mert, az finom, nem? Az nagyon finom. Frankfurtban akkor a mozgójárat még nem láttam. Tehát, hogy érted, én kétszer mentem oda-vissza, csak azért meg. Janival utazni, nézd mozgójárat. Mondom, hát Jani egy olyan 15 évek. Akkor előre szaladt vissza, jött előre szaladt vissza. Te jó ég. Igen, akkor repültél először? Igen. Te Frankfurtba repültél velem először? Bizony. Ültél az ablaknál, kinéztél. A csúcson kezdtem. Óriási volt, és nézegetett. Így néz ki a táj fölülről. Igen, azt szerettem én. Jó, csak mondom egyébként, hogy mindenki ugye a felszállás leszállásnál állandóan mindenki be van rosszálva, ezt szoktam figyelni. És érted, ki az az egyetlen ember, aki... Érted, én mert nekem meg pont ez tetszik. Az benne, a legjobb érted, rész. Rászkodik, hogy működik, érted, hogy vagy valami kis feeling van. Jó, mire leszálltunk Frankfurtba, úgy néztél ki, mint a Wall Street farkasában, amikor mennek a legénybucsóra, és levannak, ezek ki van peckelve a szája, le van kötve 6 darab öve, és le van szedálva. Jól, lúdot nem nyomtál mondjuk. Viszont amikor megérkeztek, akkor lesz egy kis feeling, mert... Na. Ez doktorában. Fia, amikor leszálltok, egy rövid videó üzenetet nekem, ahol lesz nyomjátok. Jó. Hello Africa, tell me how you do. És abban a pillanatban Janit elüti egy zíj, hogy tudod. Hello Africa, tell me how you do. Jó, akkor kikapcsolom magam. Tényleg, Dr. Albán. Dr. Albán, persze. Igen, felismertem holna szövegről, hiszen nagyon igényes és hosszú volt, és összetett. Gyerekek, egyébként is bocsánat, az igazság az, ami velünk történik, ezt már mindenki megmondta, de egy ember mondta meg a legbölcsebben, az pedig így szól. Minden futtuk hát. Öregem valamit. Imádom, én őt imádom. És arra gondoltam, hogy ezt a mai megszólalás halmazat, most tegyük rá, hogy utoljára jót tesztek, mert nem lehet tudni, hogy nem-e utoljára vagytok élőben, érted, adásban. Hát még holnap vagyunk itt. Hát, de veled itt már, igen. Élőben, érted, hogy tegyünk jót utoljára. Tehát, hogy ki tudja, hogy mi van, hosszú az út, minden, most mindegyik megszólalás, mert picikét. Először is vegyünk elő, népi dolog, figyelgettem, hogy kicsiket rászálltak a kemény futballszurkolókra. Ezt nem tudom, figyeltétek, hogy ezzel foglalkoztatok? Hogy most volt valamilyen hír, hogy egy kicsit keményebb focirigmusért az ultrákat egy picikét meghúzták. Tehát, hogy valami pár százezer forintos foci, valami büntetést kaptak azért, mert picikét keményebb szurkolóverseket toltak. Hát lassan egy futballmeccse már semmit nem lehet csinálni. Ezt akartam mondani. Azért is büntetek a szotyolázó. Nem? Lassan. Tehát igen. Tehát konkrétan olyan szinten vannak rájuk szállva, nem tudom, hogy ilyenkor van ki valami cenzúra
ülésben, és akkor nem, ülés... Nem, egyszerűen arról van szó, hogy az NB1-ben, a magyar NB1-ben az eddig lezajlott meccsek átlag nézőszám az 3500 fő volt, és mivel nincsenek túlságosan sokan a szép nagy stadionokban, ezért sokkal jobban hallatszódnak ezek a ritmusok, amik egyébként korábban is megvoltak, csak most csak ezeknek a helyeknek az akusztikája is jobb, meg már jobban is hallani. De hogy ilyenkor egyébként erre reagálni kell, ezt nem meg kell sértődni, hanem egész csak kreatívan reagálni kell. Tehát amikor valami szituáció nem úgy alakul, hogy te szeretnéd, akkor jönnek majd a következő büntethetetlen rigmusok, mint az ennye, nem? Igen. Na. Tehát, hogy, de hát most nem. Ez még átmegy. Hát ez sem is miért? Ezzel nem lehet egy izével, hogy nem volt szép. Nem, irgum burgum. Tehát, hogy hogy én azt hiszem, hogy ők ott dobáltak valamit, nem? Nem az volt nekem. Most azt mondják az Újpestiek, hogy nem ők dobáltak, ez az Újpest Fradi, vagy a Fradi Újpest, most helyrajzi kérdés, hogy hol játszottak, de hogy ott megdobtak valakit, talán a gyúróját a Fradinak, és akkor erre mondta az Újpest, hogy nem ők dobáltak, és emiatt volt a büntetés, nem is a... De én konkrétan azt hallottam, hogy konkrétan rigmusért büntették őket, mert olyan volt a rigmus, lehet, hogy keményke lehet, volt. Az másik történet. Ugye azért mondom, hogy kimennek, és ennyi. Ennyi, abban nem csúnya baj. Csúnya volt. Mit csinálsz? Tehát, hogy ilyeneket. Tehát, hogy a másik az a dobálás. Tehát, hogy akkor azokat a dolgokat... Meg azt megértem, hogy nem lehet. Tehát egy üzletet tudunk megint építeni, mert azokat, amit szeretnek dobálni, azokat meggyártjuk purhabból, vagy ilyen valami, nem tudom, mizéből, hungarocellből. Megcsináljuk egyértelműen, azt ugyanúgy dobálják, tehát a szurkolói élményt nem befolyásolod. Csak... Dobálás kint is van, igen. A banánt, amikor bedobták, és ezt megfogta, meghámozta, és igen. De hogy azokat a dolgokat meg kell gyártani kint, és ott meg lehet vásárolni, tehát dobálhatod ugyanúgy a széket, dobálhatod, sörös korsót, minden, csak minden meg van könnyű. Csak nem megy el odáig. Legjobb, nem? Hát most igen. Jó, most minden érted. Nem lehet minden jó nem rögtön az megoldani. Hát lebegnének a székek, meg a purha banánok a levegőbe, tudod. Illetve, ami még fontos, hogyha vannak ilyen dalok, amit énekelnek, ami szintén obszén, szerintem kell, hogy legyen ugyanúgy, mint nem tudom, a templomba, hogy a szék alatt van egy ilyen kotta füzet, van egy ilyen kotta füzetke, amiben benne van a jóváhagyott dalok listája. Aha. És akkor beültök valakit, egy karmester beinti, és akkor nem tudom, ennyi, és akkor szépen ott, tehát hogy akkor tudod, hogy mit szabad, nem? Tehát, aha. Egy ilyen engedélyezett dalok listája. Igen, a káanyázás az Ave Máriának a dallamát. Mocskos, BKV, sálalalala, ugye ezt szokták érni. Legalábbis amikor én még voltam, utána még ez ment. Mocskos, BKV, sálalalala. Mocskos, BKV, sálalalala. És ennek különböző variációi. Persze, hát ezek jók. Tehát, hogy illetve, hogy lehetne még az, hogy ők szeretnék ugye robbantgatni, meg ilyenek, hogy ott meg lehetne ilyen aromagyertyák, meg ilyenek, nem? Tehát, hogy vagy valamilyen exotikus füstölőkkel ott tudnának ott, és akkor ugyanúgy füst is van, meg közben jó illat is van. Tehát, hogy, de szépen lassan, komolyan mondom, lemész szurkolni, tehát lementél úgy szurkolni, mint rendesen, hogy jó agyon verjél valakit, mert ugye azért mentél körülbelül meg, hogy lenullázál néhány hát BKV buszt. Kis pénz, kis foci, kis balhé. Legyen így. Mini balhé. Aha. Igen. Szoftos balhé. Még a káromkodásokat, ha eltördik, hogy azt nem lehet, olyan cifrákat sehol nem hallottam soha, mint ott. Kemény? Jártunk néhányszor Fradi meccse gimnazista koromban. Figyelj, olyan, ugyanazokat a szavakat, ronda szavakat hallod, mint egyébként máskor, és ez az összeset ismered, de abban az összefüggésben, hogy egy mondaton belül azokat szerkesztik, elalélsz a gyönyörtől. Hogy tudod ki? Tehát, hogy ilyet írni se tudnék, se kitalálni. Hát gyönyörű. A gyönyörűségek vannak. Igen. De ez a mocskos BKV sálálálál. Ez volt régen, nem tudom most mi van. Volt minden, persze. Hát úgy néztek ezek a rímusok, hogy volt benne ugye a klubnak a neve, akik gyaláztak, vagy annak a labdarúgónak neve, akik gyaláztak. Ezen kívül olyan szó, amiben nem volt káromkodás, csak a névelők voltak. Meg a költőszavak. Tehát, hogy egyébként semmi más. Na de azért, hogyha el vannak itt tévedve, akkor egy ilyen üzembiztos, ha tényleg nem akarnak büntetést, az ennyi, jó, hogyok ezt tőlünk. Ennyivel tudtunk segíteni. És jogdíjas nyilván fizetni kell. És a dallama, ugye ennyi, a dallama is az enyém, előre szólok. Tehát ezt most elmegyek a jogvédőbe és levéletem. De nem a kihipózott ultrák szokásai azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot.
Azt a dallamot levédethetem szerinted, hogy, hogy csak a dallamot, és akkor a szöveg az nem az enyém, de, de a zeneszerző kasszatiből, hogy ja, várja, nem tudom levédni. Ez már éneklik. Várja, ez Beatles. Igen, de már éneklik ezt is egyébként. Most jöttem rá. Jó, van egy dolog, amivel jobbá tudjuk tenni a világot, és most valami azt remélem, hogy most velem tartotok, nem csak utolsó jó téteménybe. Na. Utolsó, jó? Bali, de böki a csőrödet valami? Böki, nagyon. Aha. Tegyük jobbá a világot? Aha, jobbá tesszük, és böki is. Tehát megérkezel a benzinkútra. Melyik oldalon van a tankotok? Bal oldalon? Nekem jobb oldalon. Jobb. Jobb, jobb? Jobb. Neked, Jani, melyik neked, benzinkútra? Megint rossz helyen tankoltál, és magyarázkodsz? Megint nem oda mentél? Tehát semmi köze nincsen a reklámhoz. Ez egy általánosság. Rohadt életben megint felnyomtak, hogy máshol tankolsz, mi? Nem. Megérkezel a kútra, tök mindegy, akkor jobbos a tankod, most akkor veletek vagyok, akkor legyen az enyém is, az bár nekem olyan drága kocsim sose volt. Tehát akkor jobbos a tankom, mint nektek. Aha. Megérkezel, négy kút van, vagy hát négy ilyen tankolóállomás. Mind a négynél áll az autó. Állsz, várod a sorod, mindjárt kijön, nem? Eközben emberünk baromira nem jön ki, mert megtankolt, és ő közben részt vesz a kút wellness programjában. Ugye? Kávézik. Bemegy, egy jó kávé, kivárja, amíg kisül a friss pogácsa, akkor már egy ilyen olajos tájmasszás negyed órában, azért csak legörget, közben olyan a WC, mint amilyen otthon soha nem lesz, tehát kivárja, még elkapja az inger. Tehát benn van egy ilyen 50 percet, közben te ott nem tankolsz a büdös életbe, az egész biztos. Figyelj, ha vesedek rám követ, hogyha azt látom, hogy 6-8 másik kút szabad, mi ott hagyjuk az autót, mi nem állunk félre. Nem azt mondtam, hogy mindenki azonnal nap... Hát szép. Ez az, Balázs! Nem azt mondtam, hogy napon támadást kell tenni rá, csak azért legyünk őszinték, hogy sokszor van, lehet, hogy mi is hibásak vagyunk, lehet, hogy most nem is az Böki egy csőröm, aki nem áll félre, hanem hogy nincsenek egy gyakorlata, mert most, hogyha elkezdesz nagyon félre gurulni, miután tankoltál, akkor meg ha-ha, na-na! Nem tudom, hogy akkor... De így beszélnek mindenkor. Mi a bár? Na, sehol. Hát félek, hogy ebben fogunk tudni veled tartani. Állíts meg, Lajos! Hát ez ők éppen, hogy nincsen arra egy jó megoldás, hogy miután tankoltál, előrébb tudjál valahogy gurulni, vagy egy picit félreállni, úgyhogy közben tudjon folytatódni a tankolás, és miközben te wellnessezel, az összes újságot bontatlanul elolvasod, meg külön technikával föltéped a lecelofánozott, nem tudom, szex újságokat, meg nem tudom, a közben ne foglald el azt a négy nyomorúságos kútot, vagy kutat, miközben lehet, hogy valaki időre megy, tényleg tankolnia kéne, blablabla, és nem tud tankolni, és akkor ilyenkor indul még esetleg az, hogy elkezdesz szemből beállni, azt akkor valahogy a másik oldalról átfűzni magad, hogy tudjál tankolni. Nem azt mondtam, hogy ez évszázad botránya, de egy bosszantó dolog, amikor éppen sietél, amikor tankolnál, hogy bent nagyon várod, és ekközben bent éppen nem tudom, lehet, hogy van egy multilevel tárgyalás folytat emberünk, csak ott hagyta a kúton. Éppen sütteti magának a grill csirkét, pirítja a cipót, nyitja a fél literes kólát, és készül neki egy másfél órás ilyen grill csirkés reggeli szetnek, tudod, miközben áldogálsz. Kikér még egy friss croissant, mert szólnak 10 perc, ma mindjárt jön a friss, ne vegyen a hűtőből, és kivárja, és közben nem is gondolja, hogy ő most ott rossz helyen volna, mert lehet, hogy nincs is rossz helyen, de közben azt a három, vagy négy, vagy nem tudom, ezért kutatott, hogy csontra leállja, te meg ott állsz. Ilyenkor mi a... Te bemehetek szólni, hogy ne haragudjál, kivel... Bemehetsz? Nem. Szerintem nem. Hát egy igénybe veszel. Hát egy tankolnál, igénybe veszel egy szolgáltatást. Tehát az, hogy ő ott közben vásárol, vagy az, hogy ő ott közben megreggelizik. Nézd, ha mondjuk az ember tudja, hogy megreggelizik, és ott a családdal tényleg megeszik három leölt, akkor kérni is arrébázd. De azért az, hogy elmész mondjuk a mosdóba, válogatsz magadnak valami üdítőt, veszel kettő darab ez újságot. Négy perc, ez négy perc. Kicsit ez ott négy. Beleolvasol a napi sajtóba. Akkor szerintem azért ez bele kell, hogy férjen. Szerintem a következő megoldás, beállsz a kútra, de úgy, hogy még nem állsz be egy fix helyre, és nézed, hogy hol szabadul fel. Tehát én minden kútra úgy állok be, hogy számolok vele, hogy az űrge éppen a saját grill csirkét sütteti. Tehát én nem megyek ki arrébb állni, mondjuk ha beülök fél órára, nyilván igen, de egy ilyen megyek. Ha tele van minden kút, nem fogsz bemenni a kútra, és azt mondani, hogy elnézést! A barkasszal! Ott kiáll! Jó, remélem nem grill csirkét sütett, mert nagyon-nagyon ideges leszek. Igen, takarodj arrébb, rohadt ideges vagyok. De miért nincs akkor legalább egy lehetőség arra, hogy előrébb guruljál, hogy legalább a tankolás folytódhasson. De lehetőséged van, csak ugye nem a kút adja meg a lehetőséget, hogy kiállsz oldal. Na, ha te elkezdesz kigurulni oldalra, akkor ott ezért Ferenc a kutasod elé fekszik. Mész, kifizeted a tankolást. Kijössz, beülsz a kocsiba, kiállsz oldalra, visszamész, és válogatsz egy óráig a grillt. Jó, az ilyen, az nekem szűjön
van már még három gyereket, az ilyen persze, mert az ilyen az mennybe megy, hogy ő arrébb áll meg minden, kimegy, senki nem áll és nedves rongyal letörni a nem tudom, a kutat, igen, hogy és még körbe kérdeznék, hogy valakit meg tudok tankolni, hogy van-e valaki, aki nem annyira magabiztos, annak meg is tankolnék. Szerintem ez benne van, ez olyan, hogy úgy állj be a kutra, hogy ezzel számolsz. Nyilván az ember, én is meg amikor tudok rohansz, feszülni, ha 13 percet állok. Amikor rohansz, és látod, hogy jön ki, és még szimbolikusan, direkt lassan, és még közben még megbeszéli, hogy de nem, de igen, de Jóska, de nem igen, és még nem ül be, még ott van, még beszélget egy kicsit a kocsi mellett, és már negyed órája állszott, és egyébként rohannál. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, nem mondom, hogy van rá megoldás, de szerintem érdemes foglalkozni vele, mert amikor mondjuk 4 kút van, és te mennél, akkor bizony a bent grillcsékéző emberünk az marhára elveszi a te idődet, ahhoz, hogy ott menni tudjál. De teljesen most azt írják, hogy furasd meg az autódat mindkét oldalon, és akkor dupla esélyed lesz arra, hogy felszabadul a bal, felszabadul a jobb, érted, mindenhonnan meg tud tankolni. De most ez van, miről szólt, Tibé, valójában volt egy felépésetek, mondjuk Majos házán elkéstetek, és most így az éteren keresztül ki szeretnéd magyarázni? Egy. Vagy az a kut, aminek most az arca vagy, ott már lehet ilyen szolgáltatást igénybe venni? Így van, ott már fúrják. Az előre gurulról szolgáltatást, igen? Ott van egy ilyen úgynevezett guruló aszfalt, ami előre tolja az autót tankolás után. Kutaszpot, kutas téma. Érted? Szóval, esküszöm, hogy nem. Szóval az a bizonyos kúton nagyon pro a grill csirke. Erről szól az egész sztori. Az én kutamon zabáljatok nyugodtan, ott nem zavar, ha sorba kell állni. Arról van szó, hogy így van, ott már ingyen van a masszázs. Tehát, hogy ott leülsz, figyelj, ott kinyitál a Széchenyi könyvtár. Nem érzem igazán felháborítónak, azt gondolom, hogy van benne igazság, az ember tudja idegesíteni, de számolnod kell vele, hogy neki ott joga van különböző dolgokat. Számolnod kell vele, kell venni, amikor igénybe na de ez nem, igen, egy wellness központ, gyerekek, ide, ezt tankolni mész. De miatta csiessek? Nem miattam. Most komolyan kérdezem, tehát hogyha nekem ott vannak bizonyos dolgok, amiket én meg akarok csinálni, akkor ne tegyem meg azért, mert áll valaki mögöttem, az a valaki, aki siet és beállt mögém, az gondoljon arra, hogy ha ő siet, akkor a tankolás lesz hosszabb idő. Hát de mind olyan dolog van, hát mondjuk egy kasszánál is próbálsz gyorsan elpakolni, mert jönnek mögötted. Most akkor annyi erővel még ott is még megkóstolhatod a szedelt, azt akkor ott áll az egész kasszában olyan tempóban pakolsz, ahogy ott neked éppen a szatyrod van, teszik, tehát nem fogsz azért rohanni, beálltál a sorba, ahogy az előtted lévőtől se várod el, hogy rohanjon, csak normálisan fizesse ki. Te se rohansz, hanem normálisan összeszeded a cuccaidat. Én értem, hogy te mit mondasz, hogy ne lépjünk egymás lábára, de hát szerintem egy benzink után ez benne van, igen, hogy azért ezzel számolnod kell. Hogy mennyi az az idő, mennyi az idő, én milliószor láttam. Elfogadom, nem fogjátok megadni, látom már, nem fogjátok megadni, nincsen vele baj. De hogy milliószor láttam azt, amikor tényleg a pofátlanság határát csúroló meetingot megtankoltunk, és jöhet a sajtos hagymás omlett. Hát hány ízé van, a rendes meleg reggelit lebonyolít az ember, ott felejti a két autót. Jó, van igazság, hogyha hosszú nagy villás reggelire készül, akkor azért lehet, hogy milliószor láttam ilyet, de azért mondom, hogy ez csak egy gondolat, hogy ilyenkor van-e jó megoldás. Nem tudok, én mindig szívesen pontozok, meg azt hiszem, hogy objektív is vagyok, de most azért ez tetszik is, de nem is tudom ezen magam annyira felidegesíteni, illetve számolok vele, hogyha beállok egy kútra, ott valaképpen grill csirkét teszik. Mi legyen, mondjatok valamit. Hát, ez ilyen, igen, ilyen is. Utazás előtt. Egy zsúfolt nagyforgalmú kútnál, ez benne van, hát ez benne van. Félreállsz, és utána mész büfézni. Milyen karmát akartok az útra itt, ugye? Kell eldöntenetek, ugye? Tehát, hogy repülő, hosszú repülő. Kettes szintű csörgötés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Jó ítélet? Jó ítélet? Ugye? Ez szerintem a bölcs döntés. Bölcs döntés. Nem a legalja, hogy egyáltalán nem is a legtetejő. Persze, jó, maximálisan megadjuk, olyan, hogy lesz, megadjuk. De egyébként nem is igaz. Nem szoktál a 10 után hívogatni. Már nem. Egy hosszú régebben volt, amikor kis lelkileg megviselt egy ítélet, és akkor utána egy picit kitilázottam, hogy de most Balázs, nem hiszem el. 4-2-kor is volt 8, nem fogadott. Semmi, de hát csak itt toltad arrébb a telefon. Mindjárt megnyugszik. Estére megnyugszik, igen. Igen, és így mentél végig. Mielőtt elutaztok. Rákóczi Sebestyén vadon. Amíg föl nem veszi valaki, majd megtanulod, hogy fölveszed, akkor nem hívom a barátodat. Na, hogy egyetlen egy ilyen klubba szeretném, hogy picit vegyetek be. Mindig van egy olyan beszélgetés csoport, amiből én mindig kimaradok, Jani nem, tehát neked látom forog az agyad, ezért mondtam. Hova nem hívnak TV2-s értekezletekre? Igen, a szép emberek klubja, igen, minden, igen, a megfelelő állkapcsok, ez egy nagy csoportja, nem, tehát igen. Hogy amikor előjön ez a nagy beszélgetés, hogy kinek mi volt a jele az óvodában, akkor én vagyok, én vállalom, hogy rohadtul dunsztom nincs, de tippem se. Tehát arról sincs tippem, hogy volt-e jelem az óvodában. Mindenki vajon most szint. Ki az, aki rögtön be tudja mondani, nem hogy tudom, mi volt? Nekem sincs. Nem tudod? Nem.
Én a Beninek mondom mindig, mert Beni mindig kérdezi, és a Beninek mondom, hogy szalonna, ezt egyszer bemondtam poénba, és azóta mindenkivel ezzel haknizik, hogy az ő apjának szalonna volt a jelen az obodában. Minden ismerős, mindenki eltűnik, hogy cseresznye, eper, létre voltam, kisnapocska. Honnan de Viki is megkérdezi, nem emlékszel? Nem mondom, hát ne. De hogy nem, honnan? Ők elsorolta visszamenőleg 8 generációjának az obodai jelét. Vikinek honnan volt? Tudnám? Szívecske. De honnan a túróból tudja? Sokakban megmaradt. Hát egyszerűen csak egy képesség, hogy mi maradt meg az óvodából, mint emlék szerintem. Nekem az óvoda épülete, óvodástársak, még óvónők is egyébként, igen, de az óvoda jel nincs meg. Mibe? Bele volt hímezve, azt mondja a Viki, bele volt. Egy csomó mindenbe belerakták egyébként régen. A jeledet. Belehímezték otthon a szülők, hogy ne vesszen el. Persze. Egy valakit még nem kérdeztünk meg, Mr. Memoria. Nekem Jani? Egyszer egy zsíros kenyér volt, Ferinek meg egy zsák műtrágya. Ja, az enyémre is emlékszel, de most ugrott be, igen, most ugrott be, nekem pacal volt Balázsnak pénz. Jó, oké, meg vagyunk. Nekem egy adagoló garat. Ne, és ezért nem emlékszel, már nem tudod értelmet. Igen, a Balázsnak pedig. Nekem egy talicska 20 ezeres persze, igen. Egy talicska 5 dolláros persze. Senki nem emlékszik rá 4-esből? Dehogy nem, emlékszem. Neked mi volt? Kishajó. Kishajó. Várjál, itt a csajok kint emlékeznek. Tényleg? Emlékszik az Anna, emlékszik a Jani, emlékszik a Júli, mindenki emlékszik. Mert hogy állítólag az van, hogy az, hogy mi volt a jeled, az nagyon nagy hatása van arra, hogy egyébként milyen ember leszel utána. És megnézem, most milyen, kikeresem a hajót most. Itt van, tessék, nézzük. Nézzük meg a Janiét, hogy a kishajó az igaz-e a Janira. Érzelmes, érzékeny típus, intenzív belső élettel, élénk képzelőerővel, mások hangulataira is meglehetőség fogékony, ezen keresztül ezen keresztül befolyásolható. Ez Jani? Hát nem. Nem Jani? Nem. Ez egy baromság. Mert? Mondjatok egy, mi volt a jeled? Szívecske? Van szívecske? Hogy rám, ezt megyek rá, miért úgy felkészületlenül... Az a Janira nem igaz. Jani. De valaki óvodai jelekből ír pszichológiai jellemzéseket, hogy milyen... És fizetnek érte, az a szörnyű. A pillanatra azt hitted, hogy nincs előttem egy teljes lista a jelekből? Hát egy pillanatra már azt hittem. De van! Na nézzem ezt a szívecskét, várja. Figyelj, mondom neked, szív. Ez mennyire nehez. Hú, ez nagyon nem a Viki. Na várja, mondom neked, szociálisan érzékeny. Hát eddig még megállnék. Igen, segítőkész, de maga is nagyon igényli a törődést. A szeretetet érzelmileg meglehetősen kiszolgáltatott. Azt mondja a kétől a Viki, hogy igen. Adom, gyerekek, adom. Szóval rád van utalva. Ezt akarok mondani. Na, akkor láncoltam, kiszolgáltatottá tettem, igen, mindenét csoda, elvettem. Hát mellette mindenki ennél válik. Egy napra eltűrök, összeomlik. Van benne, egyébként a van Beninek, benne. Na, tessék. Felelősség teljes apuka. Igen. Beninek mi a jele? Holdacska. Holdacska. Még egy pici csillag, de ilyen nem lesz, hogy holdacska csillaggal, mondjuk nézzük meg a már holdacska. Már nézem neked a holdacska. De várj, a hold és a holdacska között mi a különbség? Én holdacskának hívom. Ja, holdacska. Pici hold. Hát nem ez a csúnya, a nagy otromba teli hold, ez a pici kis fél hold. Én kis holdacska. Jó, ez lehet a Beni. Érzékeny, finom lelkű, olykor túl érzékeny mások hangulataira, érzelmeire. Anya nagyon fontos számára, akitől nehezére esik elszakadni. Totál Beni. És érzelmileg kiszolgáltatott, hiszen ki az, érzelmileg kiszolgáltatott. Mi történik, ha eltűnök, összeomlik? És itt van. Záró, nézzük meg Feriét, hiszen ő munkatárs. És itt van. Megmondom a végét. Érzelmileg kiszolgáltatott. Az mindig legyen Beni. De ez is Beni, egyébként tök Beni. És apró zárójelben ide van írva, hogy látens milliárdos. Figyelj, van valami olyan például, hogyha az enyém kishajó volt, akkor nyilván Balázs az ellenkező, nézd meg a Schoonert. Az övé az volt, egy négy árbocot. Nézzük egy-két ilyen labda gomba, csak ilyen közhelyes, hogy a hallgatóink is magukra ismerjenek. Gomba, nézzük meg gombát, sok hallgatónak gomba volt a jelentesség. Kérlek szépen, gomba. Álmodozó természetű. Ez a Júli, ez nálunk a Júli. A gomba kicsit rárímel a gombasékre, álmodozó természetű. Anna volt a gomba. Anna gomba? Figyeld. Jó, figyelj. Közben kiabálnak. Álmodozó természetű, gondolatait, vágyait nem szívesen osztja másokkal, igen? Ám olykor hirtelen, váratlan ötleteivel lepi meg a környezetet. Na ez, nem ez az Anna. Dehogy Anna. Olykor váratlan, hirtelen ötletek. Dehogy is. Az elejét még egyszer? Álmodozó természetű. Igen, ez nem? Gondolatait nem szívesen osztja nem meg másokkal. Nem szívesen osztja meg, hát reggeltől estig beszél, hagyja. Minden nap betakarom magam egy magyar nemzettel, meg egy népszabadsággal, és még is észreveszi, hogy ott vagyok alatta, és negyed óráig beszél hozzám a semmiről. Lehet, tudod, kilógó lábad. Teljesen jó rám, mert nem tudtok rólam semmit. Ha most őszintén elkezdenénk beszélgetni, hogy én tulajdonképpen mit is szeretek, meg mit hogyan látok, nem tudnátok elválasztani. Kérdezd meg, hogy érdekel. Tökéletes volt a leírás. Nem, azért nem is mondom el.
Jó, Anna, ne felejtsd, ez az én robotom, menj meg. Igen. Szerintem, na, szóval, menj Anna, meg. Érdemére kiszolgáltatott. Én az elején azt gondoltam, ez egy marhaság, de eddig egyébként van, ami működik. Fagyi. Van, ami működik. Fagyi. Na, valaki, sok a fagyi is? Fagyi a jele. De állítólag ilyen harcok is vannak ezért, hogy mit adjanak. Tehát a szülők állítólag ölik egymást a jelekért, Frankó? Majd meglátod, hogy az óvodában az egyik kardinális kérdés, hogy a te gyereked jeleért ölni akarsz, és azt látod, hogy a szülők veszekednek azon, hogy mi legyen a gyereknek a jele. És a két szülő hajtépe birkozik, hogy övé a fagyi, te meg álszott hülye, hogy ezt nem hiszed el. Gyerekek, nyugodjatok meg, csak egy óvodai ilyen, ne öljétek meg egymást, ennél még lesznek nehezebb döntések. A korona, te büdös stressz! Konkrétan nem egy óvodában hallom barátoktól, hogy hajtépe ordibálnak a szülők, hogy már pedig... Nézd már ki a parkolóba, ki életne az ugróló! Tényleg, nem hiszed el ilyen. Fagyi, szerintem az lehetek én. Nézd, fagyi. Első pillantásra színes. Igen, de másodikra. Igen. Első pillantásra színes, vidám egyéniség, aki szereti az élet élvezetes oldalát, eddig igen, én vagyok. Saját nagyságát oldalozó. De személyiségének van egy olyan része, amit nem szívesen oszt meg másokkal. Hát, de mindenkinek van. Mert így van, és ide van írva, hogy lételeme a siker, a pénz, az nő. A nők imádják, méretei elrettentőek, és igazából... És a szőrhovacs a farpofák fele. Igen. És el tudja böfögni az ABC-t. Ki a köcsön? Balázs, ez egy komoly átfogó kérdés. Bocsánat, belerondítok ebbe a szép megszállásba. Ki a köcsög? Van olyan jel, hogy köcsög? Nem, mert hogy tudom, hogy emlékszem, valaki volt köcsög. A Juli? Juli a köcsög. Nézzük, van ilyen, hogy köcsög, csupor, kancsó, valami ilyesmi. Várjál, valamit kell. Köcsög. Te voltál? Köcsög. Csupor, kancsó, köcsög. Várjál, milyen kancsó. Kancsó van! Na, kancsó, jöhet. Na, kancsó. Ez egy az egybe Juli egyébként. Fontos számára a család. Otthonos, gyakorlatias, nyílt, megbízható, hűséges, mi ez egy felsorolás? És őszinte érzéseit szereti másokkal megosztani, olykor rázúdítani. Egy az egyben. A Juli, ha így néha kiborul, igen, akkor így tudja akkor tolni. Gyerekek, ez működik. Ez nekem ismerősöm a Facebookon, rám zúdítja. Működik. Ja, múltkori sztori, milyen őszintén elmondta ezt az öltözős vetköző sztoriát. Imádtuk. Sőek kár lett volna. Gyerekek. Igen. Hát kár, hogy nem ezt hoztam csörbökésnek, mert ez hármas szintű. Uh-huh. Hát félve kérdezem. Olyan szinten adtam volna meg azonnal, hogy... Na, akkor legyen ez bökte. Félve kérdezem, hogy a rengeteg fődió, búcsúzások, megöleltek, mielőtt elmegyünk? Rohadtul nem. Abszolút jogos. Abszolút jogos. A legnagyobb király. A legnagyobb király. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.